Szállítása előkészítve azok a tartós élelmiszerek, higiéniai termékek, amelyekkel az Ukrajnából menekülőket akarják segíteni, baranyai kis települések és a megyei önkormányzat. Egy kereskedelmi cég birjáni telephelyén várt az indulásra az adomány. Sikerült összeraknunk egy 12 tonnányi árut, amit most egy kamionnal úti árat tudunk bocsájtani. Együttérzünk azokkal a családokkal, azokkal a rászorultakkal, akik kénytelenek voltak az otthonaikat elhagyni, családjaikkal elmenekülni, a kárpátaljai magyarokkal természetesen, és ez az adomány, reméljük, hogy a méretét, mértékét és az összeállításánál fogva is szolgálni fogja ezt a célt. Az 1000 lakosú Egerágon gyűjtésbe kezdtek az ott élők. Az önkormányzat is segíteni akarta a saját forrásaival, ezért csatlakoztak a mostani akcióhoz. Úgy gondoltuk, hogy az önkormányzatnak is valamilyen szinten ezt fel kell karolni, ami létrehoztunk egy alapot, és az elsődleges szándékunk az volt, hogy akik helybe jönnek, esetlegesen menekültek, őket segítjük ebből, de itt Kumli Józsi Szemei polgármesterének az invitálására, tehát egy kicsit kinyújtottuk, úgymond a határokat kiterjesztettük, és ebbe látjuk a garanciát igazából itt, akik segítik ezt az egészet, hogy célirányosan jó helyre kerül az adomány, a támogatás, és szerintem ennek minden Egerág örül, hogy maga a település, az önkormányzat is, és nyújt ilyen támogatást. A Baranya megyei önkormányzat szintén csatlakozott a segítőkhöz. Baranya megyei önkormányzat is igyekezett jó példával előjárni, hiszen még a járvány idején indítottuk el a Baranya Segít programot, amelyet tovább folytatunk. Most a megyei közgyűlés döntése értelmében 1 millió forinttal a karitatív szervezeteken keresztül segítjük a bajba jutottakat, de fontosnak tartom azt is, hogy nem csupán a megyei önkormányzat vagy a központi közigazgatás különböző szervezetei és egységei, de a kis közösségek is összefogtak. Egerág, Szőkéd, Áta, Kisherend, Pécsudvart, Szemei és Birján polgármesterei fogtak össze a háború elől menekülőkért. A szállítójárművet is a birjáni polgármester cége biztosította. A baranyai adományt az ukrán határnál dolgozó karitatív szervezeteken keresztül juttatják el a menekültekhez.